Katalin hercegnének a neveltetéséből fakadó gyakorlatias mentalitása az, amit Vilmos annyira szeret a feleségében, állítja Marshall Moody, a hercegné egyik életrajzírója. Katalin hercegnének olyan gyerekkora volt, amilyenre Vilmos herceg mindig is vágyott, írja az NL Cafe. Katalin és testvérei egyszerű, harmonikus és szoros családi kötelékben nőttek fel. Ehhez képest, bár Károly herceg és Diana hercegnő igyekeztek szerető közeget teremteni fiaik számára, a köztük lévő feszültségek aláásták ezt. Vilmos hercegnek az a stabilitás hiányzott a gyerekkorából, mely a Middleton családban jelen volt. Ez az életmód nagyon vonzó volt a fiatal Vilmos számára, amikor megismerkedtek, magyarázta az írónő.